55 évvel ezelőtt, 1966. októberében indult a távhűszolgáltatás nyíregyházen. Akkor a kornak megfelelő, de a maihoz képest egészen más fűtési rendszerrel kezdték el, először az északi körút lakásainak fűtését. Ehhez csatlakozott a 70-es években a Józsaváros, majd az évtized végén és a 80-as évek elején becsatlakozott a rendszerbe az érkelti városrész is. Az örökösföldi lakótelep felépítésével a 80-as évek közepére el is érte a távhőszolgáltatás a mai kiterjedését, hiszen ekkorra már 16 ezer lakást fűtött a vállalat, mondta el televíziónknak Jó László, a Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója. 46 km távfűtési vezeték van a földbe beépítve, ez 46 km nyomvonalban, tehát közel 100 km a teljes hossza, Még ugyanis legalább két vezeték van ezekben az alaépítményekben. Hát közel 300 hőközpontunk van, több mint 300 távfűtési akna, úgyhogy van mit ellenőrizni folyamatosan. Hát ezek, a, ezek a felépítmények ezek gyakorlatilag mondhatnám, hogy az elmúlt 55 évben szinte ki lettek cserélve. Hiszen ugye a város fejlődésében nagyobb dimenzióvezetékeket kellett elhelyeznünk, és hát igazából nagy fejlődést az elmúlt 10 évben, legalábbis a felújítást tekintve az elmúlt évtizedben tudtunk, ahol ahol is több mint 2 milliárd forintot tudtunk a rendszer fejlesztésére fordítani. A távezetéknek azok a részei, azok a vezetékek, amelyek a legnagyobb dimenziók, azok gyakorlatilag teljes mértékben kélettek cserélve, Mező utca, Bertlen utca, Érkelti lakótelep felé menő távezeték, és a nagyon sok hőközpont felújítás is történt pályázatokkal és saját forrással. A rendszer és a szolgáltatás az elmúlt években is fejlődött, valamint új fogyasztókkal is bővült, tette hozzá az ügyvezető igazgató. Így a 16 ezer lakás mellett már mint egy ezer intézményt is fűt a